Köszöntöm a kismamákat és minden kedves nézőnket! A meleg gyakran okozója a bőrkiütéseknek, bőrelváltozásoknak, amitől az anyukák gyakran bizony megijednek. Eredetükről, megelőzésükről és gyógyításukról dr. Bajor Klára bőrgyógyász osztályvezető főorvossal beszélgetünk, akit köszöntök a stúdióban. Ilyenkor nyáron, főként a nagy hőségben az anyukák gyakran veszik észre, különösen a kisbabákon, hogy valamilyen bőrkiütés, bőrpír jelenik meg a bőrükön. Mennyire van okuk ijedelemre, milyen jelenséggel állunk szemben? Jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a kismamákat és az anyukákat, hiszen azt hiszem ez a műsor nekik szól. A gyerekekről, csecsemőkről elmondhatom azt, hogy főként nyári időszakban majdnem mindig van rajtuk valami kis ipri apró kiütés, amitől nagyon sokszor az anyukák megijednek. Ezek döntő többsége, hála Istennek, nem komoly, nem is kell komolyan venni, nem is kell különösebben kezelni. Én mire gondolok, egy-egy kis szúnyogcsípése, vagy pedig olyan kis apró meleg kiütése egyebekre, amitől tényleg nem kell félni, nem is kell megijedni, még orvoshoz sem kell fordulni vele, de az igazság az, hogy tényleg úgy van, hogy azt hiszem, hogy nincs olyan pici gyerek, akinek valahol valami ne lenne a bőrén. Talán azért beszéljünk néhány szót a meleg kiütésről, érdemes, mert annyira mindennapos dolog, és olyan gyakori, főként ilyenkor nyáron 30-32 fokos melegben, hogy csak érdemes azt hiszem néhány szót ejteni róla. Nagyon banális dologról van szó, nem is tudok képet mutatni, mert azt hiszem a bőrgyászati könyvekben igazán nem is szerepel, annyira mindennapi dolog, talán az anyukák jobban ismerik, mint mondjuk a bőrgyógyászok, mert nap mint nap látják. Ez elsősorban csecsemőkön, pici gyerekeken, tehát elsősorban kicsiken kell keresni, néhány hónapos pici babákon kell keresni, és az esetek döntő többségében a nyak területén, a mellkas területén, a hát felső részén, a vállon, illetve az összefekvő területeken, hajlatokban lehet látni, tipikusan nagy melegben az izzadság hatására kialakuló, egészen pici, ilyen kis tűszúrásnyi, kis pici piros kiütésekről van szó, ami általában a babának különösebb panaszt nem okoz, nem is igazán viszket, jellemzője vagy jellegzetessége, hogy nagyon gyorsan alakul ki a meleg hatására, és ugyanolyan gyorsan néha néhány óra alatt, vagy fél nap alatt, egy nap alatt el is múlik. Mit kell tenni vele? Mert azért mégiscsak valamilyen módon szeretnénk megelőzni, vagy ha már kialakult, akkor az anyukát csak izgatja, és nem szereti, hogyha babán pöttyök vannak. Semmi különösebb teendő nincs ezekkel a kiütésekkel. Hintőport szoktunk javasolni, sima baba hintőport, azzal egy picit meg is lehet előzni, de elsősorban a hajlatok nem izzadnak annyira, hogyha behintőporozzuk őket. Ez az egyik, amivel hát az egyik terület, amit mindenképpen már megelőzésnek is érdemes hintőporozni, de ha kialakultak a kiütések, akkor is tulajdonképpen egy kis hűsítő hintőpor a megoldása a dolognak, illetve ami nagyon-nagyon fontos, a babának az öltöztetése, ami télen-nyáron fontos, de azt hiszem nyáron talán még nagyobb jelentősége van. Elsősorban arra gondolok, hogy pamutruhát adjunk a gyerekre, nem szabad túlöltöztetni, mert abban a pillanatban, hogy túlöltöztetjük, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy befülled a kisbőre, kialakulnak ezek a kiütések, tehát nagyon-nagyon fontos ez is. Talán megkérdeznék, hogy kell-e ezeket gyakrabban mosni? Nem kell. Attól nem lesz jobb a baba bőre, hogyha ezt most naponta többször akár kamillával vagy tiszta vízzel lemossuk. Én azt gondolom, hogy ilyenkor, ilyen esetben egy kis hűsítő hintőpor bőségesen elég, és ezt az anyukák maguk is tapasztalták. Ezek a kiütések maguktól mindenféle kezelés nélkül viszonylag gyorsan elmúlanak. Azt gondolom, hogy ilyenkor a nyári melegben egy kicsit fokozottabb jelenség az is, hogy a gyerekek popsia is bepirosodik. A pelenka bőrgyulladásról mit kell tudni? Igen, az igazság az, hogy ez nem igazán csak nyáron aktuális, mert télen is előfordul, de azt hiszem, hogy nyáron még sokkal gyakrabban. Miért? Gondoljanak bele, hogy ezek a szegény szerencsétlen kisbabák 30 fokos hőségben is ilyen több rétegű, nagyon vastag pelenkákban vannak, hogy az a kis a popsiuk, az a kis finom bőr, ami a popsiukon van, hogy ez milyen könnyen bepirosodik, hogy ez milyen könnyen befülled a pelenkába. Maga a pelenka bőrgyulladás, ami nagyon gyakori, azt hiszem, aki fölnevel gyereket, akinek nagyobb gyereke van, az tudja, hogy nem lehet megúszni enélkül. Szóval valamikor, egyszer legalább az életben, amíg a gyerek pelenkás, biztos, hogy valamikor kipirosodik a popsia. Na most ez sokféle okra vezethető vissza. Mi azt mondjuk erre, hogy multifaktoriális maga a pelenka bőrgyulladás. Miért? Mert általában nem egy dolog okozza. Amiről éppen itt szó volt, a meleg, illetve az, hogy füled a gyereknek a popsia a pelenkába, ez az egyik legfőbb ok természetesen, és főként nyáron azért csak ez az első ok, amire oda kell figyelnünk, de nem csak ez az oka. Egy csomó egyéb ok is szerepet játszhat. Maga a vizelet, a vizeletnek a kémhatása, hogy a vizelet milyen, az nagyban függ attól, hogy a gyerek mit eszik. Tehát nagyon-nagyon sok függ ettől. Mi okozhatja, mi függ még? Nagyon fontos a gyereknek a széklete. Ezért is van aktualitása jelen pillanatban, mert a gyerekeknél nyáron a gyümölcsök és az újonnan bevezetett főzelékek hatására megvált
változik a széklet. Gyakrabban lágyabb a széklet, vagy nem ritka a nyáron egy pici gyereknél a hasmenés sem. Természetesen abban a pillanatban, hogy a gyerek hasmenéses, nem is arról van szó tulajdonképpen, hogy belefülled, még csak nem is hagyja benne az anyuka a székletben a gyereket, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a gyereknek sokszor van széklete, akkor kimarja a popsiját, tehát ez is szerepet játszhat. De szerepet játszhat nagyon sokszor az alkalmazott fürdetőszer, a popsikenőcs, a nem megfelelően választott popsikenőcs, szerepet játszhat a székletnek a minősége, ahogy elmondtam, a vizeletet, tehát nem mindegy, hogy a baba mit eszik, mennyire marja föl, tehát sok olyan jellegű gyümölcsöt, zöldséget eszik, amik savasabbak, azok fölmarhatják a popsiját, de lehet természetesen a fenéken ugyanúgy bőrbetegség, mint máshol, lehet egy kis gombás felülfertőzés, ami szintén a nedves meleg miatt alakul ki, lehet akár baktériummal is felülfertőződhet, ez már hála Istennek viszonylag ritka. Tehát inkább azt mondanám, hogy sokféle ok játszhat egyszerre szerepet egy ilyen pelenka bőrgyulladás kialakulásában, néha nagyon ijesztő tud lenni, mert annyira csúnya a babának a popsia, még az is előfordulhat, hogy kis apró kis sebecskék, fekélyek alakulnak ki rajta, szerencsére ez ritka. Mit tudok tanácsolni a kismamáknak, hogy tudják megelőzni? Az egyik dolog ugye nagyon-nagyon fontos a megfelelő popsikenőcs alkalmazása. Ha a gyereknek hasmenése van, akkor én nem is a kenőcsöt szoktam javasolni, hanem elsősorban pasztát. Mi a különbség a kenőcs és a paszta között? A kenőcs az könnyen kenhető, és ez miatt könnyen le is törlődik a babának a popsiáról. Tehát a pelenka, amit az ember bepelenkázza, abban a pillanatban a pelenka leszedi róla, és nincs egy védőréteg a gyereknek a fenekén. Na most, ha pasztát teszünk rá, ugye, ami nyúlósabb, keményebb és tapadósabb, a paszta az egyrészt gyógyítja, hűsíti a babának a bőrét, de nem csak, hogy gyógyítja, hűsíti, hanem meg is védi. Tehát a gyereknek mondjuk hasmenése van, és jó vastagon be van pasztázva, kenve, akkor az nem tud lejönni az a paszta, még a hasmenés és a vizelet hatására sem, védi a gyereknek a bőrét, és mindjárt meg tudjuk előzni vele azt, hogy kipáljon, vagy kipirosodjon, vagy csúnya legyen. Na most, mit szoktunk még javasolni? Nagyon kell vigyázni a gyulladt bőrnél a gyereknek a fürdetésére. Minél többet teszik vízbe, meleg vízbe, babafürdetőkbe, ezek általában a bőrt rontják, nem ezek alakítják ki, illetve arról már szó volt, hogy mik okozzák magát a pelenka bőrgyulladást, viszont a meleg víz a gyulladást fokozza, a tusfürdők, illetve hát nem tusfürdők, mert nem azt használunk, ugye a gyerekeknél vagy a csecsemőknél ezek a gyerekfürdetők, ezek aztán mind tovább rontják a bőrt. Tehát ezeket a babákat inkább zuhanyozni kell, ez a picikre is vonatkozik, vagy éppen csak lemosogatni őket, nem nagyon használni a szappant, ez az egyik dolog. A másik pedig szabad őket, és kell is sokat a gyereket szabadon hagyni és szellőztetni. Tehát a kis popsiát is szabadon hagyni, szellőztetni, ilyen melegben megfázni biztos nem fog, egy picit kényelmetlen, kellemetlenebb, esetleg gyakrabban kell cserélni a pelenkát, de azt hiszem, hogy ez nem lehet gond, főként akkor, ha az ember meg akarja gyógyítani a gyereknek a popsiát. Mielőtt rátérnénk a következő témakörünkre, a nyár legnagyobb veszélyforrásaira, vagy inkább a legjellegzetesebbre, a csípésekre, én javaslom, hogy nézzük meg a következő bejátszást, a legfrissebb híreket láthatják a Tolna megyei kórház szülészetéről. Tisztelt nézőink, Matus Bence bő 3 órája látta meg a napvilágot, mellette természetesen édesanyja Matus Anett, szia, köszöntelek mindkettőtöket. Ugye nem az első baba, tulajdonképpen a két szülés között mi volt a különbség, melyik volt a nehezebb? Hát én úgy érzem, hogy a második. Hát eltelt közöttem végül is 4 év. Rövidebb volt, de jobban fájt. Terveztétek, hogy most Bence jöjjön? Hát az, hogy Bence... Egészségedő. Az, hogy Bence, azt nem, de az, hogy legyen, az igen. Mindegy, hogy mi végül is. Tehát én nem ragaszkodtam hozzá, hogy kisfiú legyen, kislány. Lényeg az, hogy legyen. Ilyenkor ugye mindig az apukák azt szokták mondani, hogy ő nekik most egy kislány. Jobban tetszene. Nálatok hogy volt? Hát nem tudom, én úgy éreztem, hogy fiú. Tehát, hogy ő fiúpárti volt ilyen téren, hiába az első fiú. De szerintem ő úgy volt azért mindegy, tényleg mindegy. Milyen nevek voltak még azon túl, hogy Bence? Uha. Hát volt még Martinról szó. Igen. Volt még Martin, talán meg... Hát nem, nagyon hamar megegyeztem, megmondom őszintén. És azt hiszem, hogy elárulhatjuk azt is a nézőknek, hogy nálatok apás szülés volt, tehát az apuka ott volt ugye végig a szülőszobán. Hogy érezte ő, vagy te hogy láttad rajta, hogy mennyire bírja? Hát én kellemesen csalódtam, megmondom őszintén, mert eléggé hát, furcsa volt nekem is, mert az elsőnél nem volt bent, és hogy mondjam, nekem nagyon sokat segített. Tehát mint lelkileg, mint fizikailag, mindenhogy. Én ajánlom bárkinek, sokkal jobb.
Gondolom, hogy az első szülés előtt azért mindig meséltek neked, akár idősebb generáció, akár mondjuk a te korosztályod belé, hogy milyen a szülés, akkor féltél az elsőtől? Furcsa, de az elsőtől nem féltem annyira, mint most ettől. Most még most nagyon friss az egész, és nem tudom, valahogy eltompulnak ezek a dolgok, csak hogy legyen meg, igen. Mindig azt szokták mondani, hogy amikor már megvan a baba, akkor utána már mindenki elfelejti a fájdalmat. Ez valóban így van? Így van. Abban a pillanatban, hogy kint vannak, már nincs is tovább. Kész, onnan már csak ők vannak. Hogyan készültetek? Gondolom, hogy vásárolgattatok előtte kis ruhákat. Hát nekem könnyű dolgom volt, mert ugye az elsőtől maradtak, és hát én nem hamarkodtam el az utolsó hónapban, de megvan minden. Meg is lett. Akkor tehát most már van két kisfiú. Szeretnétek esetleg még babát? Őszintén nem. Nem, ez a kettő, ez szerintem őket lehet rendesen fölnevelni. Három én már szerintem már sok. Nekünk sok. Én köszönöm szépen neked további jó egészséget, Bencének pedig nagyon szép és nagyon boldog gyermekkort kívánunk. Köszönjük szépen még egyszer. Kedves nézőnk, önök pedig maradjanak továbbra is velünk, hiszen folytatódik a Babaház. Gratulálunk a családnak. És akkor folytatjuk a beszélgetést dr. Bajó Klára bőrgyógyász osztályvezető főorvossal, és akkor most rátérünk a nyár jellegzetes veszélyforrásaira, idézőjelbe persze csak a veszélyforrást, a rovarcsípésekre, mert ugye azt tudjuk, hogy a szülők megijedhetnek attól, hogy valami megcsípte a kisgyereket, de ezek nem jelentenek igazán komoly veszélyt. Azért először talán a szúnyogcsípésről beszélnék, ami mindennapos dolog. Én azt hiszem, hogy nincs is talán olyan gyerek a városban, miután nagyon sok szexáról jelenleg a szúnyog, aki ne lenne egy vagy két csípés. Az esetek döntő többség, mármint szúnyogcsípés, az esetek döntő többségében ez se veszélyt, se különösebb problémát nem jelent. Annak a kisgyereknek, aki nem különösebben érzékeny a csípése, annál látjuk, tudjuk, megcsípte a szúnyog, tehet rá az anyuka akár egy kis fehér rázókeveréket, amit kap a patikában a recept nélkül, vagy pedig egy kis fenisztérgél bekenni, ha a gyerek nagyon szenved, vagy nagyon vakargatná, de ha nem, akkor az ember általában a gyerekek döntő többségén egy gyönyörűen lezajlik. De nem mindig van ez így. Van, hogy a gyerek érzékeny a csípésre, és nagyon csúnya reakciót válthat ki. A dolognak az érdekessége az, amit néha nem is nagyon hisznek el nekünk a szülők, az anyukának kicsit, anyukák úgy néznek ránk, és nem akarják igazán hinni, nem egyszer látjuk a csípéseknél azt, ez a szúnyogra, de egyéb más kis apró bogár, fekete bogár, egyéb csípésre is vonatkozik, hogyha a gyerek érzékeny a csípésre, akkor egy megszúrja valahol. Tehát mondjuk egy szúnyog megcsípi, vagy valamilyen rovar, és mellette allergiás reakcióként, még a csípéshez nagyon hasonló kiütések alakulnak ki viszonylag nagy számban. Tehát sokszor nem akarják elhinni, hogy lehetetlen, hogy gyereken ennyi csípés van. Ez való igaz, nem ennyi helyen szúrta meg, vagy csípte meg a bogár, vagy a rovar, hanem egyszerűen arról van szó, hogy egy allergiás reakció miatt egy csípés mellett még 3-4-5 hasonló kis kiütés alakul ki. Na most ez odáig mehet, hogy a gyerek akár teljesen tele van, mondjuk egyik végtagja, lába, kis karocskája, tehát nagyon sok kiütés van rajta, néha nagyon csúnyán bepirosodik, nagyon megödémásodik, tehát megduzzadnak ezek a csípések, néha ijesztő, mert például a gyerekednek a szeme mellett szúrja meg egy szúnyog. Annyira bedagadhat a kis szeme, hogy a szülő ilyetten szalad az orvoshoz, hogy úristen, mi történt a gyerekkel, tényleg szegény gyerek ki se lát a szemén. Tehát ezek tulajdonképpen különböző fokozatai vannak a csípésnek, és néha lehet egy kicsit ijesztő is. Na most általános esetben, banális esetben, vagy akkor, amikor nem kell hozzá orvos, nem kell elmenni a gyerek orvoshoz, vagy bőrgyógyászhoz, akkor mi a teendő? Nagyon egyszerű, egy kis fenisztérgéllel, amit lehet kapni a gyógyszertárban, az anyuka naponta 2-3-szor vékonyan bekeni, figyeljen arra, hogy ne nagyon vakargassa a gyerek, majd elmondjuk, hogy miért. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogyha nagyon vakarozik, vagy nagyon viszket a gyerek, akkor nyugodtan lehet adni neki kalciumuszkot. Általában az anyukák tudják a kalciumuszk adagját a gyerekeknél. 2x5 ml-t szoktunk megitatni velük, ismerik, biztosan injekcióról van szó, kapják a patikában recept nélkül, ugyanannyiért, mint hogyha receptre iratnák föl, tehát még árban sincsen differencia, le kell reszelni, beletenni egy kis vízbe, teába, attól függ, hogy mekkora gyerekről van szó, és megitatni a gyerekekkel jól csökkenti a viszketést. Ha csúnyább a csípés, természetesen akkor el kell vinni a gyereket a gyerekgyógyászhoz, és akkor általában egy picit erősebb kenőcsöket, úgynevezett steroid kenőcsöket szoktunk adni, egy kis abcemát,
használt rá valami kis antibiotikus kenőcse, tehát inkább azt mondanám, hogy fertőtlenítő kenőcse kiegészítve. Miért? Ugyanis ha a gyerek nagyon vakarózik, vagy nagyon csúnyák ezek a csípések, néha még hólyagosak is lehetnek, tehát apró hólyagok lehetnek rajta, nem kell megijedni, mert ez is a csípésnek jellegzetessége lehet. A probléma az, hogyha a gyerek ezeket nagyon vakargatja, illetve sokszor nem is vakarja, a főtiszta, a gyerek kinyátszik a homokban, az óvodába jár, és a többi. Ezek a csípések felülfertőződhetnek. És abban a pillanatban, hogy felülfertőződnek, bakteriális fertőzés alakul ki rajtuk, akkor már a dolog sokkal komplikáltabb, bonyolultabb, a kezelés is megváltozik, egészen mást kell adni a gyereknek, egészen másként kell kezelni, arról nem is szólva, hogy ezek az úgynevezett bakteriális felülfertőződések, ezek kifejezetten erősen fertőznek, tehát a gyerek saját magán is tovább viszi, és a társainak is átadhatja a fertőzést. Tehát ebből az elvakarásból lesz tulajdonképpen az ótvar. Így van, így amit van. Amit ugye azért lehet, gondolom, kezelni. Természetesen. Azért talán még egy-két szóval térünk vissza egy olyan dologra, amit nagyon szeretnék elmondani itt, és ez talán nem csak a kismamáknak, anyukáknak szól, hanem minden felnőtt nézőnknek. Ha már csípésről van szó, ugye másról nem egészen ugyanaz. Elsősorban szúnyog, apró bogár csípésről beszéltünk, de csak egy-két szóval engedjék meg, hogy megemlítsem a kullancs csípést. Nagyon sokat beszélünk róla, mindig azt mondjuk, hogy lerágott csont, meg már unjuk, de nem egészen így van, mert nap mint nap látjuk, hogy még mindig nem tudják igazán, hogy a kullancsal, ha benne van az illetőben, mit kell csinálni. Engedjék meg, hogy elmondjam, ez mindenkinek szól. Ha valaki kullancsot észlel magában, gyermekében, vagy bármelyik családtagjában, este fürdéskor, mert általában az a helyzet, hogy hazamennek a kirándulásról, strandról, gyereket este megfürdetik, és akkor veszik észre akárhol, hajasfejbőrtől kezdve hajlatokat nagyon szeretik a kullancsok, tehát az érzékenyebb bőrterületeket, bárhol kullancsot lát. Nem az a teendő, hogy nem csinálunk semmit, majd holnap elmegyek az orvoshoz, és akkor a negyedik helyre küldözgetik a beteget, mert kezdi a körzeti orvosnál, az nem veszik ki, tovább megy a baleseti sebészet, a bőrgyógyászatra, nem egyszer a beteg a negyedik helyen jár, mire végre valaki fog egy csipet és kiszedi a kullancsot, nem ez a teendő. Tessék fogni egy szemöldök csipeszt, semmit nem kell lezárni, nem kell bekenni, nem kell beolajozni és bekenőcsözni, amit korábban évekig, sőt azt mondom, évtizedekig ezt mondtuk, hogy le kell zárni, várni és utána kitekedni. Nem így van. Egyszerűen meg kell fogni egy csipeszt, és így, ahogy van, natúran. Tehát valaki látja a kullancsot, megfogja, és a csipesszel, az óramutató járásával ellentétbe megtekeri. A kullancsok 99%-a gyönyörűen magától kipotyog. Ha mégsem, akkor sem, még csak nem is a feje szokott bennmaradni, hanem egy igen apró kis darab a fejből, ami már abszolút veszélytelen. Miért mondom ezt? Ne várjanak vele fél napot, egy napot, mert minél tovább benn van a kullancs, annál nagyobb az esélye, hogy a bendőjéből bele löki, bele fújja végül is a bőrbe ezeket az ártalmas anyagokat, illetve a baktériumokat, ami ugye a Lyme-kort okozza, vagy ami a vírust, ami a vírusenkefalitiszt, az agyvelőgyulladást okozhatja, és ez minél tovább benn van a kullancsnak, annál nagyobb az esélye. Következésképpen azonnal megfogni, mindenkit szeretnék kérni rá, amikor látja a kullancsot, és tessék kitekerni mindenféle kenőcs és egyéb nélkül. Térjünk vissza az ótvarra, mert arról szeretnénk még beszélni, és erről még képet is tudok mutatni, tehát még elmondanám, szeretném, hogyha megmutatnánk a képeket is. Jó? Ez a... Na most ne gondolják, hogy itt egy ritka betegségről van szó. Ez a fölső, itt ez a legfőső, egy nagyon-nagyon jellemző kép az ótvarról. Ezennek a pici gyereknek látják, vagy kisgyereknek a szája körül ezek az apró, nem is olyan apró, tulajdonképpen 3-4-5 mm nagyságú kis sebek, kifejezetten sebek, amik úgy vannak leírva a tankönyvben, de így is néznek ki, mézsárga pörkkel borítottak. Tehát ezek kifejezetten pörkösek. Ez a fölső egy nagyon jellemző kép, de a mellette lévő kép is azt mutatja. Ez az alatta lévő, amit itt mutatok, ez egy hasonlévő ótvar, amit már néha kicsit nehezebb felismerni még az orvosnak is. Ez pedig egy úgynevezett mély bőrgennyesedés, amikor már nem is egy felületes fertőzésről, vagy felületes sebről van szó, hanem egy mély sebről van szó. De tulajdonképpen az ótvarnak a három tipikus példáját ezen az első három mutatott képen látják. Nagyon-nagyon jellemző az arc körül, a szájon, az arc körül és az orron. Nehogy azt gondolják, hogy kuriózumról van szó, borzasztó banális betegség. Ez streptokokusz vagy stafilokokusz fertőzés, az utóbbi időben már inkább stafilokokusz. Minden napos dolog, nagyon gyakran látjuk nyáron gyerekeken, és még csak arról sincsen szó, hogy a higiénének a hiánya, szó nincs róla. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az apró pici gyerekek minden, vagy a gyerek általában, nem is apró gyerek, mert itt 7-8-10 éves gyereken is lehet, játszanak. Nem tiszta, nem steril a környezetünk, és megfertőződnek. Tehát ehhez két dolog lehet. Lehet ez bármilyen egyéb bőrbetegség felülfertőződése is. Például egy vele született ekcémán
is nagyon gyakori ez a bakteriális felülfertőződés. Vagy ahogy beszéltünk róla, a csipéseket, ha a gyerek megvakargatja, ugye ott egy kis seb lesz a vakarás nyomán, a seb felülfertőződik, ugyanilyen ott van alakul ki, de kialakulhat ez a normál bőrön is. Abszolút ártalmatlan, tehát nem kell tőle megijedni, és nyom nélkül gyógyul. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy nagyon erősen fertőz, mint ahogy elmondtam. Tehát a gyerek saját magát is tovább fertőzi, és a környezetét is. Ezeket a gyerekeket kitiltjuk a közösségből, nem mehetnek óvodába, bölcsödébe, vagy pedig iskolába. A kezelése szintén nem túl bonyolult, meg kell, hogy mondjam. Egy kicsit talán a gyereknek nem fáj, tehát nem fáj maga az elváltozása általában. Egy picit a gyereknek talán azért kellemetlen, mert ezt a sárga pörköt le kell róla áztatni. Tehát a kezelés azzal kezdődik, hogy kamillával vagy fertőtlenítő borogatással jól leáztatjuk, leszedegetjük a pörköket, nagyon gyakran adunk rá ecsetelőket, színes vagy színtelen ecsetelőket, utána pedig be kell kenni kenőccsel, a megfelelő úgynevezett antibiotikus kenőccsel vagy fertőtlenítő kenőccsel. Mi még fontos, hogy ahol lehet, ott be kell kötni, vagy le kell ragasztani. Nyilvánvaló orron látták, hogy a kis orrocskája is tele volt ennek a gyereknek, száj körül nem lehet. Ott az a teendő, hogy naponta 4-5-ször, akárhányszor, tehát nagyon sokszor kenni kell, mindig kenőcsösnek kell lenni. Ahol pedig lehet, ha kézen, karon, törzsön van, ott pedig mindig le kell ragasztani. Még egy utolsó kérdés, ami azt hiszem ilyenkor nyáron nagyon-nagyon aktuális. Nyár ugye akkor strand. Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy milyen veszély leselkedik a gyerekekre, és általában ránk, hogyha strandra megyünk, és mire kell vigyázni, illetve melyik az az életkor, ami fölött már nyugodtan vihetjük a gyerekeket strandra. Na most az életkor azt hiszem, hogy mindig a lejjebb tolódik, mert nagyon gyakran látjuk televízióban is, sőt azt hiszem a szexádi úszodában, de Pakson egészen biztosan egészen pici egy-két hónapos gyerekeket is visznek az úszodába. Én csak azt tudom mondani, hogy akit lehet és akit tudnak el kell vinni, mert az úszásnál vagy a víznél egészségesebb sport vagy egészségesebb mozgás nincs. Tehát erre az a válaszom, hogy már egész pici babákat is, főként ez a kis csecsemő úszás, vagy nem is tudom pontosan, hogy hívják, akinek van módja és lehetősége, vigye. Egyébként én nagyon vízpárti vagyok, én Tolnán nőztem föl a Holt-Duna partján, de hát én egy pici korom óta megszoktam a vizet, úgyhogy én csak javasolni tudom mindenkinek. Annak ellenére, hogy valóban elsősorban vírusos fertőzéseket lehet kapni, vírusos fertőzést lehet kapni az uszodába, és ez kétfajta fertőzés is lehet. Az egyik, amiről feltétlenül azért szerettem volna mai napon beszélni, mert borzalmasan gyakori, és az utóbbi időben nagyon-nagyon megszaporodott, ez az úgynevezett a szemölcs. Ez egy vírusos szemölcs, és most szeretnék erről képet mutatni, mert aki egyszer látta, vagy megnézi jól ezt a képet, az a saját gyerekén föl fogja ismerni. Megmutatjuk, jó? Ezt úgy is hívják, hogy úszoda szemölcs. Itt mutatom, itt egy szövettani kép is van, ami hát nem annyira, azt hiszem, hogy nem érdekes különösebben, de ha megnézik, és közelről tudja mutatni a kamera, nagyon-nagyon jellemző ez a három kép. Ez is borzasztó jellemző, amit itt látnak. Itt a szem mellett egy picike. Úgy néznek ki ezek a kis szemölcsök, hogy mind a három kép nagyon jellemző. Ez egy szövettani ábra, aminek hát most itt jelen pillanatban nincs különösebb jelentősége. Ez egy 2-3-4 mm, maximum 4, de inkább 2-3 mm átmérő kis fénylő papulácska, tehát fénylő kis kiütés, aminek a közepe egy picit általában behúzódott. De ha nagyon megnézi az ember, főként az alsó képet, ha megnézik, akkor látják, hogy ebben nem is geny, de egy ilyen fehér valami van, mint a miteszerekben. Tehát ez majdnem úgy néz ki, mint a miteszer lenne a gyereken, csak nem bentről jön, nem befelé nő, hanem kifelé nő. Ha valaki egyszer látott, vagy a saját gyerekének volt, nem fogja eltéveszteni. Miért fontos? Vírusfertőzésről van szó, rengeteg van, nagyon-nagyon sok van, olyan nagyon sokat látunk, naponta jönnek vele. Valami oka is van, nyilvánvaló, hogy ez az elmúlt években, vagy azt is mondhatnám, az elmúlt hónapokban megszaporodott. Miután fertőzés, a gyerekek egymást is fertőzik, és saját magukat is fertőzik tovább. Miért uszoda fertőzésnek hívják? Azért, mert az uszodában egyrészt el is kapják a gyerekek egymástól, de nem csak ez az oka, hanem az, hogy a víz miatt fellazult, felpuhult bőr ezekre a fertőzésekre sokkal hajlamosabb. Nagyon jellemző, hogy míg az előbb mondtam, hogy az ott van, nagyon gyakran az arcon van. Itt nem az arcon is lehet, de nem az a jellemző. Általában törzsön látjuk a gyerekek döntő többségénél. Nem kell tőle megijedni. Még azt nem mondom, hogy valaki maga kezelje, főként addig nem biztos benne, de nagyon egyszerűen el lehet távolítani. Főként, ha már megjelenik benne ez a fehér bennék, akkor ugyanúgy, ahogy a miteszereket, egyszerűen meg kell fogni és kinyomni, természetesen kis vattával, vagy sterilgézzel, vagy valamivel lefertőtleníteni, nem is
nem is bonyolultam, mindjárt elmondom, hogy hogyan, tehát egyszerűen ki lehet nyomni ezt a fehér bennéket, és utána egy kis jóddal, sima sebjóddal, vagy pedig a gyógyszertárban vásárolt betadin oldattal, ezt le lehet egy picit jódozni, és utána gyűlően elmúlik. Addig le kell ragasztani, amíg ugye utána vérzik nyilvánvaló egy picit ez az elváltozás. Tehát ez a legegyszerűbb módja az eltávolításnak. Ha így nem megy, akkor leszoktuk kaparni, de azt hiszem ez a gyereknek, ha már látszik a fehér bennék, ez a legegyszerűbb. Annak egy picit fáj, de ahogy tudják, hogy egy miteszer kinyomása se fáj nagyon, ugyanúgy nem fáj ezeknek a kinyomása. Ami nagyon fontos, hogy fertőtleníteni, lejódozni. A jód, nem véletlenül a jódot ajánlom, mert a jódnak önmagában is van egy ilyen vírusölő és vírusposztpusztító hatása. A kezünket mindent nagyon erősen fertőtleníteni, ugyanis ez a fehér kinyomott bennék, ami benne van ezekben, ez rendkívül erősen fertőz, ez tel is tele van vírussal, tehát ha utána a felnőtt nem fertőtleníti a kezét, vagy a gyerek ugye nem jódozza le például, akkor tovább fertőzheti a gyereket, és nem még akár a felnőtt is megkaphatja ezt a fertőzést. Nagyon gyakori, nem véletlen, hogy előhoztam, mert minden nap látjuk. Na most a kérésem még az, ha látnak a gyereken egy-kettőt, rögtön keresenek fel orvost, amíg nem biztos, vagy próbálják meg, nem mondom, hogy öngyógyítás ne legyen. Először megmutatják a családorvosnak, és ha nem megy, meg lehet próbálni, vagy egyet mi megmutatunk, hogy kell, és utána aztán otthon lehet kezelni. Azért fontos, mert amikor már nagyon sok van, tehát 10 fölött, 10, 15, 20 van, hogy 25 van már a gyereken, és főként olyan területeken előfordulhat a kis popsiám, most gondolja el, hogy azért ott nyomkodni meg egyebek nem olyan egyszerű dolog. Azért fontos, mert ha ilyen sok van, akkor a gyerek nem tudja elviselni, hogy egyszerre lekaparjuk, vagy kinyomkodjuk az összeset, akkor pedig nem tudunk más csinálni, csak azt, hogy elaltatjuk egy rövid hatású altatóval, és akkor egyszerre leszedjük róla, de ezt nem kell megválni. Ezért beszélek róla ilyen sokat, mert ugye szó volt róla, hogy beszélünk esetleg a kézzel lévő szemölcsről, talpon lévő szemölcsről, de ez annyira közismert, és annyira azt hiszem mindenki tudja és ismeri, hogy talán nem is ez a fontosabb, mert ez borzasztóan gyakori. Kérem, ne várják meg, még sok lesz, tessék az elején eljönni vele orvoshoz. A gyereknek sokkal kíméletesebb, mindig a gyereket sajnálom én elsősorban, mert az ember nem akarja őket. Ha lehet, akkor nem akarja kínozni. És hogyha valami hasonlót észlelünk rajta, akkor ne vigyük strandra, és közösségbe se, hogyha lehet. Így van, amíg el nem távolítottok. Talán még egy apróságot, ha van 2 percünk, itt az uszoda dolgokról volt szó. A másik, ami az uszodában nagyon gyakran elkapható, az a talpi szemölcs. Ismerik a kézzel lévő vírusos szemölcsöt, ugyanez van a talpon is, ha már uszodáról beszéltünk. Én azt kérném megelőzésként, de kezelés nem is érdekes, én azt hiszem különösebben van nagyon jó ecsetelők, vannak gyönyörűen el lehet a gyerekkel múlt, tehát nem kell kivágni, nem kell kiégetni, kirézetezni, és a többi. Az ecsetelőkkel gyönyörűen el lehet mulasztani. A dolog lényege csak az, hogy egyrészt, ha amikor lehet, adjanak a gyerekre papucsot. Tehát nem ezitláb, amikor nem muszáj, nem ezitláb mászkoárkájon. A másik pedig szemölcsös vagy vírusos szemölcsös gyereket nem szabad uszodába vinni, mert a többit is megfertőzi. Doktornő, köszönjük szépen a jó tanácsokat. A nézőknek és a kismamáknak köszönjük szépen a figyelmet. Egy hét múlva ismét babaház, addig is viszontlátásra.